Küzdelmes év volt a 2019-es, de nagyon nagyot léptünk afelé, hogy ez az ország jobb hely legyen. Vasárnapi évértékelőjét promózta Jakab Péter a Facebookon egy rövid videóban. A kommentekben kapott hideget és meleget. Volt, aki a bohócok bohócának nevezte, más azt írta, hajrá Péter, bízunk benned. Kommentelt Remete József, sümegi fideszes önkormányzati képviselő is. Azt írta, idézem, egy igazi f***ó vagy idióta. A kommentről az Index írt először. Ez egy moskosság. A Híradónak nyilatkozó sümegiek szerint nem lett volna szabad ilyen stílusban kommentelnie a képviselőnek. Egy politikusnak nem szabadna így viselkednie. Ennyi. Szerintem ezt lehetne emberi módra is megbeszélni, nem kellene trágár szavakat használni. Ilyen csúnyán beszélni emberekkel nem lehetne. Én úgy gondolom, és úgy ezt teljes mértékben úgy is gondolom. A KDNP frakció szóvivője sem értett egyet a sümegi kormánypárti politikus stílusával. Politikailag egy helytelen magatartás, értékrendben is helytelen magatartás. Nyilvánvalóan, hogyha szerintem egy bocsánatkérés az jó jönne. A város fideszes polgármestere szerint is bocsánatot kell kérnie Remete Józsefnek, de ezentúl szerinte nincs szükség más szankcióra. Jakab képviselő úr idézőjelben munkásságát figyelve is számtalan ennél, legalábbis úgy értik el, ennél sokkal súlyosabb események kötődnek az ő nevéhez, aminek abszolút semmi következménye nem lett. Jakab Péter azt mondta, a választóknak kell majd díjazniuk a fideszes képviselő stílusát. Akár még jogi elítételt is lehetne venni ezért, de szerintem nem a bíróságnak kell itt a büntetés kiszabnia, hanem a választóknak kell megbüntetniük azt a képviselőt, meg azt a politikai közösséget, amelyik így nyilvánul meg. Telefonon elértük Remete Józsefet is, de nem akart nyilatkozni, kommentjét nem törölte Jakab Péter videója alól.